estét kívánok, köszöntöm Önöket! November 23-a szerda van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. 270 Széchenyi is hallgató jelentkezett és mutatta be pályamunkáját az Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciáján. A résztvevőket kísérő programok is várták. A 21. Győri Könyvszalon új helyszínen várta az érdeklődőket az elmúlt hétvégén. Kisebb költségvetéssel, kevesebb programmal, de színvonalas volt a programsorozat. Egészen különleges lesz a szombati 9. Ménfőcsanaki kézműves és termelői piac. A vásárban igazi falusi disznótor is várja majd az érdeklődőket, annak minden érdekességével. Szerdán rendezte Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia és Tehetségnap programsorozatát a Győri Széchenyi István Egyetem. A TDK-ra 270 Széchenyi is hallgató jelentkezett, és összesen 217 pályamunka készült, amit 35 szekcióban mutattak be a tehetségek. A megmérettetés kísérő programjaként rendezett tehetségnapon tréningek, előadások, kiállítások, könyvbemutatók várták a résztvevőket. Van bennetek egy olyan motiváció, van bennetek valami, ami miatt itt vagytok, ami megkülönböztet azoktól, akik nincsenek itt. Valamit szeretnétek, és ez a legfontosabb tulajdonképpen. Van egy elképzelésetek, van egy álmatok, és ezért meg fogtok tenni mindent. Dr. Baranyi Péter Zoltán, a Széchenyi Egyetem rektora motiváló gondolatokkal nyitotta meg a szerdai Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciát és Tehetségnapot a kampuszon. A Széchenyin számos tehetségprogram működik, de a TDK rendszer a hazai felsőoktatás legnagyobb fejlesztő programja, ami több mint 70 éve működik, és Győrben is fontos pillére a tehetséggondozásnak. Mi itt a Széchenyi Egyetemen úgy csináljuk, hogy minden fél évben intézményi konferenciákat szervezünk, ez az, ami ma is történik, hozzácsatolva a tehetségnapot. A mai napon 270 hallgató mutatja be az elmúlt fél évben, vagy egy évben, vagy másfél évben készített tudományos kutató munkájának az eredményeit 35 szekcióban. És ez szakértő zsűri fogja olvasta el, és fogja a szóbeli prezentációkat bírálni, és mindezek alapján juthatnak a hallgatóink a 2023. áprilisában rendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A megnyitó részeként bemutatkozott a fiataloknak a Matthias Corvinus Kollégium, tavaly kötött stratégiai megállapodást az MCC Győri Képzési Központja a Széchenyi István Egyetemmel, melynek részeként igyekeznek egymás céljait segíteni a felek. Én nagyon örülök annak, hogy az MCC nagyon sok segítséget kapott az elmúlt időszakban a Széchenyi István Egyetemtől, hiszen a junior képzésbe, az iskolarendszer szerinti képzésbe a kampányokat, a hallgatók elérését azt az egyetemen keresztül tudtuk megvalósítani, és örülök annak, hogy most már több mint négyszeres túljelentkezésünk volt az egyetemi programunkban a tavalyi esztendőben. És ugye a Matthias Corvinus Kollégiumnak a kiemelt feladata a tehetséggondozás, a tehetséges fiatalokkal való foglalkozás. Éppen ezért természetes volt az számunkra, hogy a Tudományos Diákköri Konferencia mellé állunk, és több szekcióban is külön díjat ajánlunk föl, könyvjutalmat ajánlottunk föl, és természetesen jelenlétünkkel, vendégelőadókkal is támogatjuk a Széchenyi István Egyetem TDK mozgalmát. A megnyitó Kőhalmi Kara Zsuzsanna az egyetem mesteroktatójának Táncművészet felsőfokon című előadásával zárult. Győrben két éve működik a Magyar Táncművészeti Egyetem kihelyezett tagozata. Nagy öröm számunkra, hogy bemutatkozhatunk itt a széles hallgatói és oktatói körben, hogy két éve, most már ez a második éve, hogy működik ez a táncművészeti képzés. A Magyar Táncművészeti Egyetem kihelyezett tagozataként hosszú és több éves előkészítő munka után jöhetett létre, és gyakorlatilag most egy rövid diasorban és táncos bemutatkozással szeretnénk ezt még jobban nyomatékosítani. Nagyon fontos a képzés, hogy a művészeti ágak közül végre Győrben, ahol elemi létjogosultsága van most már több mint 40 éve a balettnek, a táncművészetnek, hogy felsőfokú képzés is működhessen. Délelőtt 35 szekcióban 217 előadás zajlott az egyetemen, a délutáni tehetségnapon a tréningek, előadások és egyéb érdekes programok mellett pedig sor került az Evolúció, mint Isten teremtő logikája című könyv bemutatójára, valamint a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola tehetségeinek tematikus kiállítására is a Műhely folyóirat szervezésében, Tánc a képzőművészetben címmel. Idén a sorrendben már 21. Győri Könyvszalon, ezúttal új helyszínen a Kisfaludi Károly Könyvtárban várta az érdeklődőket.
A belvárosi épület méretei jóval kisebbek, mint a korábbi helyszín, a Győri Nemzeti Színház, így a programot is erre a térre szabták a szervezők. Habár idén nem voltak nagy színpadi produkciók, és a megszokott könyvvásár is átalakult, ennek ellenére a színvonalas író-olvasó találkozók és beszélgetések mint teltházzal zajlottak. Marcinak és Bellának. Jó. Czakó Zsófia dedikálja a Szívhang című könyvét a Győri Könyvszalonon, amely idén nem a Győri Nemzeti Színházban, hanem a Baross úti könyvtárban várta a közönséget. A programokat erre a kisebb térre szabták a szervezők. A Baross Gábor út 4-be, tehát egy sokkal kisebb épületbe költöztünk. Ugyanakkor, tehát egy nagy félelem volt bennem, hogy vajon ha a könyvszalont most nagyszínpadi produkciók mellőzésével, majdnem kizárólag író-olvasó találkozókra, könyvbemutatókra koncentráljuk, akkor lesz-e vajon érdeklődés, és hát ennyi idő óta most már teljes bátorsággal kijelenthetem, hogy csak nem minden rendezvényünk telt házzal működött. Az egyén szintjén, amit a könyv is próbál sugalni, hogy egyéni felelősséggel áll szintjén mit tudunk csinálni. Az izgalmas beszélgetések és különleges könyvbemutatók mellett győri szerzőkkel is találkozhattak a látogatók. A Győri Könyvszalon mindig is támogatta a helyi írókat, költőket, így volt ez most is. Ismét élvezhették a hazai pályát, és nem is picit, hiszen ugye azért könyvkiadók megjelentek, itt ezen a szinten is a Magyar Napló könyvkiadó képviselteti magát, nem 35-en, 35 kiadó nem tud eljönni, illetve hogy nekik megérje ahhoz az a 15-30 ezer fős közönség, amit a nagyszínpadi rendezvények behoznak, az szükséges. Ugyanakkor itt most 4-5-6-7 kiadó képviselteti magát, sőt van úgy, hogy 6 kiadónak a könyvtár hozta le a könyveit, és mi értékesítjük. Tehát a győri szerzők viszont önálló standal, sőt két önálló standal képviseltetik magukat, úgyhogy számunkra ez a változás ez nem okoz semmiféle sérelmet, és ahogy hallottam egyik kolléganőtől, hogy még a forgalmuk sem csökkent. Már a kiadók is érzik az infláció hatását, a könyv nyomtatása egyre költségesebb. Jelen pillanatban az áraknak egy 20%-os növekedése észlelhető. A könyvpiaci keresletet könyvkiadóktól, barátaimtól halván még nem érintette meg jelentősebben ez a változás. Ugyanakkor mi is tapasztaljuk, hogy készülő kiadványaink, EU-s pályázat keretében készülő kiadványaink tekintetében is mondjuk egy 2000 forintos előállítás jár 3990 forintra ugrott, tehát önmagában, hogy a nyomdából kijön az a könyv, már a duplája. Tehát ezeket előbb-utóbb megérzik az olvasók, ezeknél az EU-s kiadványoknál nem, mert ezek díjmentesen lesznek majd elérhetők helytörténeti víz kitöltésével. Összefoglalva, a 21. Győri Könyvszalon az új helyszínen is közönség sikert aratott. Ráadásul idén először lehetőség volt online nyomon követni a beszélgetéseket. Egészen különlegesnek ígérkezik a 9. Mémfőcsanaki kézműves és termelői piac. Erről számolt be a program ötletgazdája a Győr Plusznak. Dr. Lackovics Takács Tímea kiemelte, szombaton a már megszokott színvonalas kínálat mellett egy igazi falusi disznótor is várja majd az érdeklődőket. A piacra érkezők végigkövethetik a levágott állat feldolgozásának teljes menetét, közben pedig akár forralt bort kortyolgatva is hangolódhatnak az adventi időszakra. A karácsonyi időszakra készülőket szabadtéri zene is szórakoztatja. Most még teljesen üres a Bezerédi kastély melletti plac, de szombaton biztosan megtelik majd emberekkel. Hétvégén rendezik az immár 9. Mémfőcsanaki kézműves és termelői piacot, melynek különlegessége egy igazi falusi disznótor lesz. Közel 70 árus termelő és kézműves fog érkezni a szombati napra. Próbáltuk egy kicsit hangulatosabbá tenni ezt az eseményt. Adventi hangulattá kis műsor is lesz a háttérben kísérő programként. Gereznár Zoltán és zenekara érkezik délelőtt, délután pedig adventi dallamokat hallhatunk Kis Klau győri helyi énekesnő előadásában. Mindemellett egy új eseményt is indítottam a városrészben, amit most a piachoz kapcsoltam. Ez az első mémfőcsanaki falusi disznótor,
egy látványdisznóvágásnak lehetnek a szemtanúi részesei a piacra kilátogatók, emellett disznótoros ételeket is kóstolhatnak, illetve teljes körű vendéglátás is lesz. Emellett nagyon sok foglalkozással is készültünk, gyerekeknek, felnőtteknek tűzománcékszert lehet készíteni, lesz karácsonyi kulcstartó készítés, mindemellett arcfestés és csillámtetkó, ami a legnagyobb sláger mindig a gyerekek körében, illetve érkeznek népi fajátékok, egy fakörhinta, illetve sok minden más. Mivel nagy siker a helyi piaci jövőre, folytatása is lesz majd a sorozatnak, az ötletgazda azt ígéri, 2023-ban tematikus vásárokat rendeznek Ménfőcsanakon sok-sok különlegességgel. Tervezzük a folytatást természetesen, hiszen nagyon nagy igény van továbbra is a helyiek részéről a kézműves és termelői piacra. Próbáljuk egy kicsit tematikusabbá tenni, ahogy már az a mostani alkalom is lesz, akár évszakokhoz kötődve, vagy egy-egy ünnepi körhöz kötjük majd a piaci alkalmakat, és szeretnénk mindig egy-egy eseményt kapcsolni hozzá. Szombaton 9 órától tehát várnak mindenkit a kastély udvarára, ahol a megszokott piac mellett ezúttal megelevenedik a falusi disznótor hagyománya is. Karácsonyi jótékony akciót hirdett a Győr Plusz Média, Varga Zsófia, az első győri tacsitali szervezőjével. Legyél te is Győr Plusz angyal néven. Karácsony közelettével szeretnénk meglepni az egyik győri gyermekotthon lakóit, ezért arra kértük őket, rajzolják le, mit szeretnének a fa alá. A rajzokat feltöltjük a Győr Plusz Média Facebook oldalára, ahol kommentben lehet jelezni, ki melyik gyerkőc angyala szeretne lenni, és teljesíteni a rajzon szereplő kívánságokat. Aki angyallá válik, behozza a beszerzett ajándékot a szerkesztőségbe, amit mi személyesen adunk át még karácsony előtt a gyermekeknek. A Nagy Imre úti anyás csecsemő otthonként is ismert gyermekotthonból érkezik Varga Zsófia. Kezében különleges rajzlapokkal, melyek karácsonyi kívánságokat tartalmaznak. A fiatal hölgy ezekkel meg sem állt a Győr Plusz Média épületéig. Ide érkeztek meg az óhajok és a sóhajok. Idén karácsony előtt felkerestünk egy győri gyermekotthont, és arra kértük az ott lakó gyerekeket, hogy vessék rajzlapra, rajzolják le, írják le, hogy mit szeretnénk idén karácsonykor kapni. Mi ezeket a rajzlapokat most összeszedtük, és a Győr Plusz Média Facebook oldalán meg fogjuk osztani a kedves hallgatókkal, akiknek lehetőségük nyílik Győr Plusz angyallá válni. Ez azt jelenti, hogy egy kisgyereket kiválaszthatnak véletlenszerűen, akinek a nevét és korát tudni fogják, és az ott lévő karácsonyi kívánságokat teljesíthetik. Én nekem most az a célom, hogy a 30 kisgyerek egy jó szívű angyalra leljen. Győr Plusz angyal pedig bárkiből lehet. December 1-én fogjuk feltölteni a kívánságokat tartalmazó rajzokat a Győr Plusz Média Facebook oldalára, ahol az, aki szeretne angyallá válni, kiválaszthat egy rajzot, ami alatt kommentben jelzi, hogy szeretné valóra váltani az adott rajz tulajdonosának álmát, azaz beszerzi számára a képen látható kéréseket. Bízunk benne, hogy mind a 30 gyerkőcnek lesz majd angyala. Talán karácsony előtt még inkább hangsúlyt fektetünk az adományozásra. Én gyerekkorom óta próbálok erre figyelni, különösen karácsony előtt. Anyukám is gyermekjóléti szolgálatnál dolgozott hosszú éveken keresztül, úgyhogy próbálom továbbvinni ezt a hagyományt. Akik angyalokká váltak a komment segítségével, nekik december 16-áig kell behozniuk a kiválasztott rajzok alapján az ajándékokat a Győr Plusz Média szerkesztőségébe. A Győr Plusz csapata pedig Zsófival együtt személyesen viszi majd el az ajándékokat a gyerekeknek karácsony előtt. Talán abban több ez az adományozási akció, mint a többi, hogy ez nagyon célirányos. Itt meg vagyok róla győződve, hogy amit lerajzoltak, annak örülni fognak a gyerekek, és személyesen is át tudjuk adni, így nem kerül sor élelmiszerek felhalmozására. A Győr Plusz angyalhoz hasonló kezdeményezés Budapesten volt először, és a Győrhöz közeli Enesén is szerveznek hasonlót a rászoruló családoknak. Reméljük, hogy a gyermekotthon lakóinak mi is egy kicsit boldogabbá tudjuk tenni a karácsonyát. Idén már 26. alkalommal rendezi meg, december 18-án vasárnap a karácsonyi rohanást a Megyei Szabadidő Sportszövetség. Másfél, 4, 8 és 12 kilométeres távon indulhatnak majd a futók, amíg a Nordic Walkingosoknak 8 kilométert kell teljesíteniük. A versenyközpont idén az egyetemi kis csarnokban lesz, online pedig már lehet is nevezni az eseményre. 3, 2, 1, rajz! Így rajtolt el néhány évvel ezelőtt a karácsonyi rohanás mezőnye.
Idén is futhatnak egy jót a mozgás szerelmesei advent utolsó vasárnapján, több kategóriában lehet nevezni. Itt most lesz a futóknak is táv, gyerekeknek, elsősorban a gyerekeknek, a holtágon a futópályán, akkor felnőtteknek, ugye, vagy azok nagyobb gyerekeknek 4, 8 és 12 kilométer, és a Nordic Walkingosoknak pedig 8 kilométer gyaloglásra lesz lehetőségük, és természetesen minden célba érkező gyönyörűséges befutóérmet fog kapni. A gyerekek 10 órakor, míg a nagyobbak 10 óra 30-kor rajtolnak december 18-án. Mindenkit biztatok, hogy nagyon gyorsan nevezzen, mert a befutó érmet meg kell rendelnünk, és annak a gyártási időszaka 2,5-3 hét, úgyhogy csak azok kapnak befutóérmet, akik előneveznek. De lesz a helyszíne. Hogyne, már nagyon régóta elindítottuk az előnevezést, elég sokan vannak, de természetesen még várunk nevezőket mindegyik távra, mert a helyszínen is lesz lehetőség, csak ott már nem garantált a befutóérem. Fügi Edit, a megyei Szabadidő Sportszövetség elnöke mindenkit arra bíztat, hogy télen is mozogjon a szabadban, amelyre kiválóan alkalmas a Nordic Walking. Ez nem az idősek sportja, hiszen a Nordic Walking ez a sífutásnak a szárazföldi változata, ami minden korosztály számára ajánlott, és azt veszem észre, én most már 18 éve foglalkozom ezzel a sporttal, hogy majdnem több problémájuk van a 40 éveseknek, mint a 60 éveseknek. Mert ez az ülő munka, ez eléggé kikezdi a gerincet. Úgyhogy egyre több fiatal jön megtanulni ezt a sportot, hiszen mondom, a sífutásnak a szárazföldi változata. Ezt ugyanúgy, mint a futás, többféle intenzitással lehet végezni. A fiatalabbak nyilván sokkal gyorsabban tudnak menni, az idősebbek meg lassabban. De hogy kint lenni a szabadba bármilyen idő van, ez mindenki számára egy csoda dolog. Az ünnepek közelettével a nagy készülődésben ne hanyagoljuk el a mozgást, és ne sajnáljuk az időt magunktól, és induljunk el akár a karácsonyi rohanáson. Közeleg a karácsony, és sokan nem tudják, milyen ajándékot adjanak szeretteiknek. Jó kis meglepetés lehet például az is, ha örökbe fogadnak egy állatkerti lakót. Így akár egy tigris vagy jaguár is kerülhet képletesen a fa alá. Az örökbefogadható állatok listáját a Szantusz János Állatkert weboldalán találják. A jelentkezési lapot elküldve a jelentkező egy évre lehet pótmamája vagy pótpapája az adott állatnak, akit egy különleges állatkerti séta során egészen közelről is megismerhet. Az örökbefogadás díját a befogadott állat takarmányozására költi az állatkert. A tigrisek a ketrecben még nagy szemekkel nyugodtan figyeltek, nem kellett azonban sok idő, és harcosabb bényüket is megmutatták, hiszen a finom falatokért folyt a küzdelem. Gyula, Jázmin és Rózsa nagy kedvence a látogatóknak, a tigriseket pedig egy évre ismét örökbe lehet fogadni, így akár képletesen, de lehetnek ők is a fa alatt szenteste. Ha én örökbe szeretnék fogadni egy állatot, akkor megint azzal tudom kezdeni, hogy felmegyek az állatkert honlapjára, és megnézem az örökbefogadás címszó alatt, hogy milyen állatokat lehet örökbe fogadni. Népszerűek szoktak lenni a tigrisek, Jázmin és a gyerekei, a pingvinek, a Lili, a narancspiros, az ezüst. Mik szoktak még így menni, a jaguárok, a csiko és az olya. Tehát tényleg kiválaszthatom onnan az állatot, rákattintok az állatra, és kitöltöm az űrlapot. Ez az e-mail, ez az űrlap pedig hozzám fog megint csak beérkezni. Innen pedig mi kiküldjük az örökbefogadói csomagot. Igen, az örökbefogadás nem azt jelenti, hogy én azt az állatot hazavihetem, hanem ez egy jelképes támogatása az állatnak. Ebből az összegből mi az állatnak a takarmányozását fogjuk, tehát az állat takarmányozására fogjuk fordítani az összeget. Annak, aki úgy dönt, szeretne pótmama vagy pótpapa lenni, az év során lehetősége nyílik személyesen, adott esetben akár egészen közelről is megismerni kedvencét. Az örökbefogadó évente egyszer, ezen a speciális örökbefogadó napon beléphet ingyen az állatkertbe, hozhat magával egy kísérőt, neki jegyet kell váltania, és utána pedig körbevezetjük őket, körbevezetjük a csoportot, személyes találkozás az állatokkal, amit állatot lehet, illetve szabad, azt meg is tudják simogatni, illetve olyan információkat osztunk meg velük, amikkel alapjáraton egy átlagos állatkerti séta során nem találkoznak.
Az örökbefogadás időtartama szigorúan egy év, ezt követően ismét dönthet úgy bárki, hogy gondját viseli kedvencének. Vannak visszatérő vendégek, és érdekes módon nem csak a gyerekek szeretnek állatot örökbefogadni, hanem a felnőttek is szeretnek maguknak, és nagyon jó NASZ ajándék szokott lenni, amikor egy pár megkapja NASZ ajándékba az állatot. És karácsonykor szokott feljebb menni az örökbefogadási kérelmek listája. Nagyon sokan adják ajándékba, ugye milyen jó is egy tigris a fa alá, így nyilván idézőjelesen. És akkor elmondhatom magamról, szépen kiteszem a falamra otthon, hogy én vagyok a Jászminnak vagy a Rózsának a most az anyukája erre az évre, és akkor majd meglátogatjuk együtt. Ez is egy jó családi program, az örökbefogadott gyermeket meglátogat. Aki pedig jobban kedveli a növényeket, mint az állatokat, az állatkertben nemrég telepített fákat is örökbefogadhatja. Ezek nevei és listája is megtalálható az állatkert weboldalán. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb csütörtökön este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.